kialakított épületeknek, most ezekről beszélünk, a homlokzati kialakítása az viszonylag egész az antikvitásig, a nagyjából az antik osztoprendekig, és mondjuk a 12. századnak a közepéig ezek a szabályok többé-kevésbé életben is vannak. Mármint az a része a dolognak, hogy a szín az nem egy ártatlan valami, az jelent, jelentést hordoz, azt a jelentést mutatja, hogy például egy ajtó, egy ablakkeret az elvileg kőből volna, de hát nem volt annyi pénzünk, megcsináltuk vakolatból, de olyan színre festettük, mintha kő lenne. És így tovább. Tehát a színeknek van jelentőség. A történetépületnél azért van egy nagyon fontos dolog, az, hogy ugye hosszú előéletük van, és valószínűleg elég sokszor átfestötték őket, tehát több réteg halmozódott fel rajtuk, néha aztán ez olyan sok is, hogy már szinte alig látjuk a tagozatokat. Ilyenkor mi következik? Egy rendes, alapos, az épületet nem tönkretevő, finoman végrehajtott falkutatás, rétegkutatás, amelyik feltárja azt, hogy ennek az épületnek mondjuk a születésekor vagy a korai szakaszában mi volt a színe, hogyan gondolták el a megrendelő, aki akkor elég erősen beleszólt, az alkotó, építész, kivitelező, milyen anyagokat használtak, az sem mindegy, ugye, mi volt éppen nem úgy, mint majd bemegyünk a színboltba, aztán veszünk, amit akarunk, hanem hogy milyen természetes színezőanyagok álltak rendelkezésre. Tehát így ki volt alakítva ez a dolog, hogy milyennek színeket használnak, és azt milyen szabályok szerint lehet felfesteni. Először is a színskálára mondanám azt, hogy ugye a színeknek a használata, épp az előbb említettek miatt, összefügg, hogy melyik korszakban épült, vagy mikor festették először az épületet, hogy akkor milyen anyagokhoz tudtak hozzáférni, pigmentekhez, például fölfestékekhez, vagy mondjuk, hogyha egy ilyen szürkép színt akartak elérni, akkor venyigehamut kevertek a meszes festő anyagba, és így tovább. Tehát a színeknek van egy ilyen eredete vagy határozata is, hogy viszont egy hány színt használjunk, az már még ennél is rafináltabb kérdés, mert elsőre azt gondolnánk, hogy hát minél színesebb van, annál érdekesebb és annál értékesebb, hát ez nem egészen így van. Visszautalnék arra, hogy a színeknek jelentésük van. Általában az a szabály a történeti épületek honlózatán, hogy lehetőleg kettőnél többet, de háromnál többet biztosan ne használjunk, hiszen nincs annyiféle, van egy alapség, van a kiemelkedő tagozat, és van mondjuk még a nyilázdároknak, ablaknak, ajtóknak a színe, de kb. Ennyi, ami nagyjából elfér. Ráadásul még azt is hozzátenném, hogy az épületeknél, bocsánat, kifejezés, murális színeket érdemes használni, mert olyanok arra utalnak, hogy építőanyagból készültek. Eredetileg ugye, most nagyon ugorva ebbe a magyarázkodásba, a palota homlokzatok, ugye utánézni akarták az itáliai nagy kőből épült palotáknak a homlokzatát, tehát eredetileg a színeknek volt egy ilyen imitációs vagy utánzó szerepe, hogy nézzünk úgy ki, legyen olyan szín, mintha kőből lenne. És ebből is következik az, hogy túl sok színt nem használunk a homlokzaton, hiszen túl sokféle követ sem illik használni. Még egy dolog nagyon fontos, ha a színek alkalmazásánál a sötét vagy a világos, annak is van jelentősége. Ugye a sötét az kicsit nehezebb, nehézkesebb, a világos az pedig könnyebb, könnyedebb. Tehát nem mindegy mondjuk, hogyha sikerül úgy, bocsánat, de elrontani a színezést, hogy a világosan ül rajta a sötét, akkor az kicsit nyomasztó. Annak ellenére, hogy az ember esetleg a laikus nem tudja, hogy miért, de nem érzi jól magát a környékén. Történeti épületeknél ugye most megint csak azt tudom mondani, hogy a legjobb megoldás az, hogy visszatérünk ahhoz a színhez, amelyik szint annak idején az építető és a kivitele vagy akkori tervezője választotta, de valóban lehet egy kisebb mozgástér, mármint az adott korszakon belül alkalmazott, divatos és járat a színek kiválasztásánál, különösen akkor, hogyha a évtizedek, évszázadok után, behatásai után már nem nagyon tudjuk, hogy milyen volt az eredeti. Ugye ez nagyon optimista megállapítás, hogy majd a rétegkutatás megállapítja, azért ez nem mindig sikerül. Persze ilyenkor jönnek segítségünkre, tudnak sietni az épületen kívüli források. Például az, hogy a levéltárakba, családi levéltárakba, építetőnek a levéltárak kutatnak, hogy na milyen lehetett, és egész érdekes összefüggések merülhetnek föl. Például egy történeti városban a szokásos divatos színek között egyszer csak megjelenik az adott korszakban valami egészen furcsa, mondjuk lila szín éppen, ami ugye elég nehezen állítható elő, ugye a legdrágább színek a kék meg a
mondták, és akkor kiderül, hogy ja, ez az történt, hogy amikor az építető vagy a tulajdonos újra színezte házat, akkor éppen valahonnan a másik, az ország vagy a világ másik végébe hozott magának a feleséget, és a feleség ízlését követte, egy ottani, ott divatos szint hozott át. Tehát ezek az áttételes kutatások is érdekes eredményeket hozhatnak. Bizony a tulajdonosoknak a mozgástere is korlátozott. Szóval a műemléki védelem pontosan azt jelenti, hogy olyan helyzetben, olyan állapotban szeretnék megóvni, továbbadni az értékeket, ahogy az ugye ránk maradt, vagy ahogy az vissza helyre lett állítva. És ezekben az esetekben ez a tulajdonosi szándék vagy mozgástér, ez bizony meglehetősen korlátozott. Mondjuk olyan érdekes helyzetek előfordulhatnak, hogy egy városi épületnél mondjuk több olyan periódus volt az épületnek, amelyek egyformán fontosak. És akkor lehet mérlegelni, hogy melyik periódushoz térünk vissza, vagy melyik periódusból maradt több, melyiket jelentjük meg, és ilyenkor előfordulhat, hogy a jó esetben, hogy ez találkozik az építető, a mostani tulajdonos ízlésre, inkább ezt válaszok, mint egy másikat. És itt nagyon fontos az a különbségtétel, hogy nagyjából a historizmus, ami ugye az 1800-as évek, mondjuk már 40-es éveitől már úgy kezelhető, tehát kicsit egyidős szinte, mint a műemlékre gondolat születése. Szóval a historizmus korszakától kezdve már azok a bizonyos szabályok és elvek, amelyeket én itt ebben a színezéssel kapcsolatos könyvecskébe összegyűjtöttem, ezek már sokkal kevésbé érvényesek. Nagyon kreatív módon használták most a szónak mindenféle értelmében a történeti alkotó elemeket, tagozatokat, egyébeket. Azzal a különbséggel a sokkal későbbi posztmodern korunkhoz, hogy értették még azt, hogy mit csinálnak. Műemlék helyreállítások történetébe tartozó egy kis történet, amelyik ugye arról szól, hogy a 19. század közepén megszületett legújabbkori vagy újkori műemlékvédelmi gondolat kezdeti szakaszában ugye az volt azt számított hitelesnek, hogy minél inkább visszatérni valami eredetinek gondolt stílusra, és akkor szépen átépítették, ugye jól, hogy mondjam, visszavitték elképzelések szerint egy eredeti állapothoz. Mondjuk Stern Limrének volt egy ilyen mondása, amikor ugye, hát szóvá tették, hogy kicsit túlságosan átépítette a Kassai Szent Erzsébet templomot, hogy mit értettek azok a régiek a gótikához. Mi megmondjuk, hogy az milyen volt. Tehát volt egy ilyen közelítés. Na ennek mindegy a reakció és részben, ugye a 20. századi, és főleg a 20. század második felében követett elv, amelyeket ugye az a sokat emlegetett Velencei Karta is megfogalmaz, persze az elvek már előbb kibontakoztak, csak ott lettek leírva, amelyik azt tartalmazza röviden összefoglalva, hogy ahol nem ismerjük, hogy milyen volt, ott nem kezdünk el fantáziálni, hanem ott a kortárs építészetnek az eszközeivel hát megpróbáljuk kiegészíteni. Na ez a Csernel utca 14 homlokzatán, ahol Olá Zoli tervező kolléga fogta magát, és ezt a bizonyos érdekes megoldást választotta. Hozzáteszem, hogy ma már megint más szelek fújnak, ma sokkal inkább a harmonizáló kiegészítésre, sőt időket már rekonstruktív megközelítésre is vannak példák, amelyek közül vannak jó példák, vannak kevésbé jó példák, de csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a műemlék helyreállítás az sem választható el a kortárs építészetnek a gondolatmenetétől. Ugye a modern korszak, ami ugye már véget ért, sőt már posztmodernen is elvileg túl vagyunk, annak az volt a megközelítése, hogy picit ilyen elidegenítő effektusokat is használva, hogy lehetőleg világos legyen, hogy na, ezt találtuk, az eredeti, ott még a színeket is igyekezünk visszaállítani. Ezt meg mi tettük hozzá, és látszódjék rajta, hogy ez kortárs. Vannak, amelyek nem, kis túlzásra örökérvényűek, és vannak, amelyek persze változnak stílussal, korszakkal, divattal. Mi lehet örökérvény a műemlék helyreállításoknál? Hát az az elv, ami a gyógyításban is alapelv, hogy nem ártani, értéket nem pusztítani. Na ez egy nagyon fontos alapelv, tehát itt nincs úgymond nincs szabad keze, ami nem azt jelenti, hogy nem kreatív feladat, sőt időnként kreatívabb, mint az öldmezős építkezés, hogy egy műemlékhelyet építész hogy találja meg azt a helyes megoldást, de minden esetre ez biztos,
hogy az alapelv, hogy nem ártani, és a nem ártani nem csak azt jelenti, hogy fizikailag elpusztítunk, vagy az persze a legrosszabb és a végső állapot, de arra is kell gondolni, hogy a megjelenésében, a hangsúlyaiban vigyázunk arra, hogy ami eredeti, azt megőrizzük és bemutassuk. Van egy nagy kísértés ugye a korunkban, hogy a vizuális kultúra és vizuális élményeknek a sokasága közepette, az emberek a látványosságot szeretik. Tehát ha valami mondjuk nagyon hiteles, de nem igazán látványos, akkor ott a kísérletes, hogy tupírozok már egy kicsit a megjelenésében, és hogy na legyen olyan, amilyennek ugye hát lehetne elképzelni, hogy milyen. Másik, ami inkább változik, amire azt tudnám mondani, hogy megint egy gyors visszatekintés, így a műemlékherjátások, nem a műemlékvédelem, az egy tágabb kör, a műemlékherjátások történetére, akkor azt tudom mondani, hogyha azt gondoljuk kicsit ilyen erőltetett rendszerbeállítással, hogy a kezdet, ez a úgynevezett purista helyzetes, eredeti, tiszta állapotú visszajelzés, ha ezt nevezzük a tézisnek, akkor ennek volt az antitézise, ugye a 60-as, 70-es, kicsit még a 80-as életnek ez a nagyon száraz, tárgyilagos, távolságtartó megközelítése, és én azt remélem, persze örök optimistaként, hogy most a szintézisnek a fázisában vagyunk, ahol tulajdonképpen minden lehetséges és rendelkezésre álló tudományos megalapozottsággal sokkal közelebb jutunk az eredeti állapothoz, és a restaurálásnál, a kiegészítésnél nem törekszünk az elidegenítő hatásokra, hanem a harmonikus megjelenésre, az ilyen is lehetett volna erős szó, a hamisított megoldásoktól viszont továbbra is tartózkodunk.